Ismét elindítanák a bivajok által húzott borvizes szekereket helyen. A projekt kezdeményezői a helyi önkormányzat támogatására számítanak. Az állatok már megvannak, a szekeret a múzeumban őrzött régi kocsik mintájára építenék meg. Márton és Márta névre hallgat, ez a két nyikomalom falván nevelkedő bivajborjú. Tervek szerint ők fogják majd húzni a borvizes szekeret. A ház rezsű múzeum alárendeltségébe tartozó borvizmúzeumban kiállított fotók is tanúsítják, hogy a múlt században bivajok húzta szekíren szállították a borvizet székefürdőről széke udvarhelyre. A hagyomány felelevenítését Sinka Arnold önkormányzati képviselő kezdeményezte. A hagyományt szeretnénk újjáéleszteni ezzel a programmal, és más másrészt pedig egy, ez, a, ez a program egy jó színfoltja lehetne a széke udvarhelynek és turista látványosságként is egyedi lehetne a, a város ö, részeként, és ö, utána néztem, egész Európában egyedi program. A Szelkefürdői múzeumban őriznek még két borvizeszekeret, ezek mintájára készülne el az új kocsi. A kezdeményezők abban bíznak, hogy az önkormányzat rábólint a pályázatokra, így akár már jövőre elindíthatják a borvizet szállító bivajos szekeret.